Sümegen, ahol én éltem, ott volt egy Petőfi filmszínház, és amikor csak lehetett, én a 6 órás előadásra bekérezkedtem. És akkor így én egész kicsi korom óta jártam moziba, és aztán amikor már gimnázista voltam és Pesten éltem, akkor véletlenül belesodródtam egy felvételbe, és akkor így kikristályosodott, hogy ki a rendező, és mit csinál, és ki csinálja a filmet, és akkor már tudtam, hogy ki a Makkároly, ki a Fábri Zoltán, ki a Ralódi László, ki a Keleti Márton, és innen kezdve tudatosan építettem a pályát. Ébredj, Pityukám! Miért itt alszol, jaj, lesevet köztél? Miért nem jöttél be? Ez egy első film. Gézával nekiálltuk, és körülbelül egy 7-8 nap alatt megírtuk a komplett forgatókönyvet. És akkor szeptember 9-én elkezdtük forgatni, de nagyon-nagyon akartuk a filmet minnyájan, és ez egy szerelemgyerek. Úgyhogy a szerelemgyerekek pedig mindig szépek, jól sikerültek, és imádnivalók, és egy életen át az ember büszke a szerelemgyerekre. Úgyhogy így vagyok én a Veri az ördög a feleségével. Az egész filmnek a nyitó képsorai arról szólnak, hogy készülődünk az ünnepre, és mindenki másképp. Van az új kenyér, és van az egyházi készülődés a templomba, és van a kirakodó vásár, ami akkor hihetetlen módon egy nagyon elvadult, elkicsesedett őrület volt, ami hát egyszerűen nevetséges. A szenteknek, a Szűz Máriának, Jézusnak és a izék képei az énekesekkel, a sztárokkal is vegyült. Hát ez egy dokumentum felvétel volt, és van egy kéz, ami benyúl és bedolja ezt a tükröt, amennek a tükörnek a másik oldala a Korda György nevű énekes. Ez valami olyan, hogy mondjam, rögtön a film első perceiben már egy nevetést sajtolt ki a nézőkből, és én írtam a film végére, amikor már vége van, és elmennek és elcsitulnak, és van a televízió, ami megy a verandán, és a Marika, aki tökéletesen ismeri a slágereket, dudolja a Boldog Idők című dalát a Korda Györgynek, tehát vele kezdődik a film, vele végződik a film, és ennek az egésznek egy ilyen fura, fordított értékrendjét próbáltam én ábrázolni. Ti régi szép, boldog. Sütő András írásából egy novella fűzér volt, ő írta a Vadász kalandjait, és elkezdtünk ezen a történeten dolgozni, de végül elkezdtük forgatni a Madarasi Hargitán, erdélyi, székelyudvarhelyi, csíkszeredai színészekből válogattam ki a szereplőket, és sikerült is, és remek embereket találtam, de volt ez a fiú, amit elég sokáig kellett keresnem, és akkor találtam egy véletlenül egy fiút Székely udvarhelyen, aki egy társasággal jött, csak úgy, mint kísérő, és úgy néztem, hogy milyen okos és milyen jó kis észrevételei vannak, hogy közbeszólt, és mondom, hogy nem akarod megpróbálni? Azt mondta, de örömmel. És akkor csináltam vele a próbafelőt, és zseniális volt. És akkor mondtam, hogy gyerekek, megvan a főszereplőnk, és úgy néztek rám, hogy ez biztos? Mondom, igen, ez biztos, mert ebben nem igazán szoktam tévedni. És akkor innentől kezdve ő lett Medve Mihályka, és brilliánsan eljátszotta. És akkor vége volt a filmnek, akkor mondtam neki, hogy valamit adjál nekem emlékbe, és nekem adta a vadász kalapját, amiben őt vadásszá avatták, úgyhogy, és eltettem emlékbe. Én azt tartom követendőnek a
akik az utolsó leheletükig dolgoznak. Mindig voltak terveim, 3 éven belül fel kell, hogy vegyenek a főiskolára, akkor fölvettek a főiskolára, akkor el kell végeznem, viszont akkor 4 éven belül filmet kell csinálni, akkor filmet csinálok, akkor olyan filmet kell csinálnom, ami már be lesz jegyezve a filmtörténetbe, tehát mindig valamilyen célt tűztem ki magam elé, és ez szerint éltem, hogy ezeket a célokat teljesítsem, és hát ez most kezd véget érni. A pályámmal most elégedett vagyok, tudnék, mindig valamiért mentem a tűzbe, úgy hívtuk mindig, hogy a lövészárokba, de most azt hiszem, hogy valahogy célba értem, és már még szeretnék egy filmet csinálni, de ez már nem ilyen élet-halál harc.